Közel 80 városból mintegy 120-an érkeztek a helyi televíziók országos egyesületének közgyűlésére. A Szombathelyi Médiaközpont sikeresen pályázott az országos esemény lebonyolítására, így lett házigazdája a helyi médiumok jeles eseményének. Évente kétszer, tavasszal és ősszel ül össze a testület. Mindig nagy szeretettel jövök vidékre főként, és úgy gondolom, hogy nagyon hasznos is, mert mindig van egy párbeszéd közöttünk. A pályázatokkal kapcsolatos problémákat mindig meg tudjuk beszélni a nyilvános üléseken is, de egyébként utána a színfalak mögött is, amiket, hogyha építőjelenlegűek, tényleg mindig be szoktuk építeni a pályázatokba. Szükség van a helyi média centrumokra, a helyben előállított tartalmakra. Helyben mi történik? Arról, hogyha megnézzük, hogy kik adnak hírt, milyen mennyiségben, milyen felületen és mennyit, akkor én azt hiszem, hogy főleg a nagyobb városokban, tehát a megyeszékhelyi városokban mindenhol a helyi tévé az első. És amit mi csinálunk, az nem valami gagyi bulvár, hanem az kőkemény közszolgálat. Adásunkkal egy időben hirdetik ki a helyi értékdíj pályázatának nyerteseit. Az országosan legjobb híradók, magazinműsorok, dokumentumfilmek és weboldalak kapnak rangos elismerést a neves szakemberekből álló zsűritől. Péntek esti híradónkban részletes összeállítást láthatnak a gáláról.